Kezdjük is az első témakörrel, a cégérték komponenseivel a Microsoft példáján keresztül. Ahhoz, hogy pontosan megérthessük a reális cégérték, illetve a teljes hozam potenciál számításának metódusát az EVA keretrendszerét használva, először azt fontos megértenünk, hogyan is áll össze a teljes cégérték. A teljes cégérték, azaz Enterprise Value, vagy más néven Market Value, ahogy az evások hívják, a következőképpen áll össze. Van nekünk először is egy sok szempontból korrigált, a cég tulajdonosok szemüvegén keresztül vizsgált befektetett tőkeállományunk, ezt láthatjátok a képernyőn a kék oszloppal. Ezen felül a második komponens az nem más, mint az úgynevezett Current Value Added. Ez a cég által az elmúlt 12 hónapban megtermelt valós tulajdonosi értéknek, más néven EVA-nak a tőkésített értéke, az feltételezve, hogy a cég a jelenlegi EVA termelését az örökké valóságig fent tudja tartani. Ezen a két komponensen felül a harmadik és egyben utolsó összetevője a teljes cégértéknek a Future Value Edit, vagy röviden FVA nevű mennyiség, ami a cég a piac által beárazott jövőbeni EVA növekedését testesíti meg. Egyszerűen fogalmazva, ha a Future Value Edit például 20%-át teszik ki a teljes cégértéknek, akkor a mai cégérték 80%-át határozza meg a jelenlegi üzleti teljesítmény, 20%-ot pedig a még meg nem termelt jövőbeni EVA növekedés. A market value-ból egyébként már csak pár apró lépés, hogy a cég piaci kapitalizációját, vagyis a részvények összértékét megkapjuk, ehhez nem kell más tenni, mint levonni a cég teljes hitelállományát és hozzáadni a szabad készpénzállományt. Miután az elméleti hátterét átnéztük ennek a DCF alapú számításnak, nézzük meg ezt gyakorlati értelemben, mit is jelent a Microsoft példáján keresztül. Az első lépés az Invested Capital, vagyis a befektetett tőke, és az elmúlt 4 éves EVA megadása, Ezután mindig két különböző szenárióban egy agresszívabb és egy konzervatívabb feltételezést teszünk a következő 10 év növekedési várakozásaival kapcsolatban. Mi ezt is két 5 éves periódusra bontottuk, hogy lehetőség legyen az előrejelzési időszak két felében különböző EVA növekedési rátát alkalmazni, de ez már teljesen egyéni preferencia kérdése. Szükség van még a diszkontráta megadására, aminek a meghatározása szintén sokkal inkább művészet, mint tudomány de legegyszerűbben a cég hosszabb távon vett átlagos tőke költségeként adódik. Mindezek után ki fog jönni egy sáv, ami között mozoghat valahol a feltételezések alapján a reális cégérték. Az úgynevezett implied FGR, vagyis a modell alapján valószínűsíthető növekedési prémium pedig nem más, mint az előző ábrán látott halványpiros oszlopok összességének a diszkontált értéke, a mai Capital plusz CVA összeghez viszonyítva. Ennek a gyakorlati hasznossága abban rejlik, hogy ha az előrejelzett 10 évben valóban akkora növekedést ér el a cég, mint amennyit a modellbe beírtunk, akkor elméletileg ekkora FGR-rel kellene körülbelül, hogy ma forogjon a piacon. Zárójelben megjegyeznénk, hogy azt, hogy effektíve milyen értékeltségen forog, még 100 millió más részben fundamentális, részben hangulati faktor befolyásolhatja, főleg rövid távon. Miután ezt a szárazabb elméleti részt átnéztük, foglalkozzunk azzal, hogy a gyakorlatban milyen problémákkal kell szembesüljünk, és hogy mi hogyan használjuk ezt a modellt. Nézzük először az EVA monsterek, vagyis a piaci átlagnál jóval kiemelkedőbb minőségű és növekedésű cégek esetén felmerülő nehézségeket egy ilyen DCF számításnál, amiből akad bőven. Röviden összefoglalva, az az igazi gond, hogy egy Eva Monster esetében a mai valós, reális cégérték megállapítása közel lehetetlen, mert annyira sok dinamikusan mozgó alkatrész van a modellben. Vessünk újra egy pillantást a Microsoft példájára, ami kétség kívül egy Eva Monster jellegű cég. Pirossal kiemeltük az Excelben, hogy mik azok a bemeneti feltételezések, amiket borzasztóan nehéz, ha nem lehetetlen megítélni. Először is itt van az elefánt a szobában, ami maga az explicit növekedési periódus hossza. A legnagyobb probléma egy Eva Monster cégnél, hogy meg kellene tudnunk ma azt mondani, hogy egy adott cég, mondjuk a Microsoft, a teljes életciklus alatt mennyi Evát fog termelni, vagyis hogy meddig és milyen mértékben fogja tudni növelni az Eváját. Ezt az úgynevezett Competitive Advantage periodnek, vagyis a versenyelőny hosszának szokás nevezni. Magyarul ez azt az időtartamot jelenti, amíg a cég a megtermelt készpénzének egy részét a tőke költsége felett be tudja fektetni, vagyis Eva növelő lesz. Az a helyzet, hogy egy igazi Eva Monster cégnek annyira erős a kompetitív pozíciója, hogy beláthatatlan számunkra sok esetben az, hogy milyen hosszú explicit Eva növekedési periódussal kellene számolnunk, ahhoz, hogy se ne legyen túl konzervatív, se ne legyen túl optimista a cégértékelési modellünk. Például a Coca-Cola gyakorlatilag 40 éven keresztül Eva növelő volt, amit lehetetlen lett volna bármilyen modellbe belemasszírozni. Bennett Stewart, az EVA keretrendszer megalkotója úgy nyilatkozik a Best Practice EVA című könyvében, hogy a legerősebb kompetitív pozícióval rendelkező cégek esetében a piac általában 7-12 évnyi EVA növekedés szokott beárazni, amit általában folyamatosan revízionálnak a befektetők az eredmények fényében. Mint ahogy már említettük, mi 10 éve szoktunk kalkulálni, de kicsit sem egyértelmű, hogy mennyi lenne egy-egy cégnél a helyes érték. Ez a rész az, ami a vállalatértékelést elképesztően nehézé teszi. Minden esetre egy dolog biztos, hogy az Eva Monster típusú cégek képletesen szólva az idézőjelben legjobb genetikával rendelkező és nem dohányzó apró szegmense a teljes részvénypiacnak, akiknek valószínűleg a leghosszabb lesz a növekedési ciklusuk. Ezen felül, ha meghatároztuk a növekedési periódus hosszát, akkor is még hátra van, hogy a növekedésnek a konkrét mértékét meghatározzuk, valamint egy szenzibilisnek tűnő diszkontrátát találjunk. Utóbbi mértéke szintén komolyan befolyásolhatja egy dinamikusan növekedő Eva Monster felértékét, hiszen ezen cégek értékének jelentős része a jövőben megtermelt Evából származik, amit nagyon nem mindegy, hogy milyen értékkel diszkontálunk vissza. A mondandunk lényege röviden annyi, hogy egy Eva Monster esetén, ahol a teljes cégérték jelentős hányadát a jövőbeni növekedés adja, a mai felérték teljes mértékben egy mozgó célpont. Ezen cégek esetében szinte minden évben szabad szemmel látható mértékben emelkedik az általunk számolt felérték, ahogy folyamatosan növekszik az evájuk, és emellett fontos kritérium, hogy nem is várjuk tőlük azt, hogy ez a növekedés a jövőben lassulna. Nézzük meg azt illusztrációképpen, hogy mi történne a Microsofttal, hogyha mondjuk egy nagyon sikeres év után a kezdeti elmúlt 12 havi evát meg kéne emelnünk 51 milliárdról, mondjuk egy 10%-kal körülbelül 56 milliárdra. Ilyenkor a modellben az történik, hogy magasabb kezdeti eváról indulva várunk, megint csak 10 évre eva növekedést, ezzel jól látható, hogy a cég teljes élettartama alatt megtermelt eva szabad szemmel emelkedik, és emiatt kapunk magasabb cégértéket. Igazából az eva monstereknél pontosan arra játszunk, hogy ezek annyira domináns és szívós cégek, hogy a piac gyakorlatilag soha nem képes helyesen beárazni a teljes élettartamuk alatti növekedési pályájukat. Ha ránézünk a Morningstarra, láthatjuk, hogy például a Microsoft esetében ők is bőszen emelgetik a fair value becslésüket, ahogy a cég egyre több evát termel ma, és fog minden bizonyal a jövőben is. Hiába vártunk arra, hogy a Microsoftot a Morningstar szerint alulértékeltem vegyük meg, úgy igazán már nagyon régen nem verték be ezt a részvényt, a reális értéke pedig negyedévről negyedévre emelkedik, így amíg mi a megfelelő beszállóra vártunk, az alatt elrabogott mellettünk a cég fundamentális teljesítménye. Évekkel később pedig konstatálhatjuk, hogy az az ár, amit mi drágának gondoltunk, a mai EVA termelés mellett már brutálisan olcsó lett volna. Ez a felismerés nekünk legalább 5 évünkbe telt, és talán az IBK egyik eddigi legfontosabb üzenete ez, amit önmagában érdemes külön is végig gondolnotok. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogasd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukacintelligensbefektetők.hu címen.